kertészeti középiskolába tanítok diákokat, és hát ez a videó ez most nekik készül. Akkor, amikor a vágott fenyőfákról beszélgettünk, akkor ugye hamar szóba kül az Abies Normandiana, tehát a normand fenyő, vagy kaukázusi jegenyefenyő, és hát kérem szépen, akár magyarországi termelésről van szó, akár mondjuk egy dán importról, hát kérem szépen ilyen palettákban érkeznek, egy kamionra rengeteg ilyen paletta felfér, ugye hát attól függ, hogy mekkora ez a kamion. Egy ilyen palettára kérem szépen 100 darab, nem is gondolnánk, de 100 darab másfél, két méter, két és fél méteres ABS Normandiana felfér. Ha most egy picit közelebb jönnek, akkor hát itt vesszünk el ezekben a palettákban, és hát kérem szépen lehet látni, hogy a nagyon szépen kitermelt a minőségét és a magasságát kontrolláló festék az gyakorlatilag rajta van, nagyon szépen mindig be van húzva egy hálóba, és ugye gyakorlatilag ugye ezt, amikor a kiskereskedelmi egységébe kerül, akkor ott ugye szépen befaragják majd a vásárolnak. Egy a lényeg, hogy az ABS Normandiana, nyugodtan jöjjenek egy picit közelebb, tehát tulajdonképpen így néz ki egy fenyőfa telep, most november 27-e van, tehát tulajdonképpen november utolsó hetében, december első hetében már mindenhol a nagykereskedelmi telepeken, depókon feltöltik az akár Magyarországon kitermelt, akár mondjuk Észak-Európában kitermelt fenyőfákat, és ezek tulajdonképpen a november utolsó napjaiban, december első napjaiban, egy első hetében kerülnek aztán a kiskereskedelmi egységekhez, és a vásárlókhoz gyakorlatilag hát december 5-e, 10-e körül már az első fecskék megjelennek, és az első vásárlók megjelennek, és aztán természetesen a nagy többség az persze december 10-e, és hát ugye 22-23-a között vásárolja meg ezeket a fákat. Úgyhogy kérem szépen behúzva, palettára téve, pakolva így néznek ki a karácsonyfának szánt, előkészített vágott normand fenyők.